SL eltett a szisztémás lupusz betegség felléphet hirtelen, kialakulhat lassan, lapankat a súlyossága egyénenként nagy eltérést mutat. Azt hiszem, hogy ez a tág megfogalmazás az akadémikus orvoslás szerinti definíció az eléggé félelmetes, főleg azért is, mert konkrétan nem is lehet fülön csípni csak nagyon hosszas idő után. Vannak, akinél csak ritkán jelentkeznek, enyhe tünetekként, de vannak olyanok, akiknél a folyamat felgyorsul, akár néhány hét alatt az életet veszélyeztető állapot is kialakulhat, riogat az akadémikus orvoslás. Hogy kiket érint ez a betegség? Szintén orvosi statisztika szerint körülbelül az SLL betegségben szenvedők körülbelül 90%-a a nő nemet képviseli, és itt is a 20 és 40 éves kor közötti, vagyis fogamzóképes nőket érinti. Nagyon érdekes, hogy ennek a betegségnek még az érintettségét, a szervi érintettségét sem látjuk egészen tisztán az akadémikus orvoslás szerint. Azt írja, hogy gyakorlatilag minden szervet érinthet, mégis a leggyakoribb célpontja a bőr. Azt gondolom, hogy eléggé általános meghatározásról beszélünk, és nagyon-nagyon kevés információt, konkrét információt találunk az akadémikus orvoslás szerinti megfogalmazásban, de mi is ez a lupus? Eléggé furcsa és ijesztő neve van. Miért nevezzük ezt bőrfarkasnak egyáltalán, és honnan ered ez az elnevezés, milyen szerveket érint, és ez hogyan alakul ki? Egyáltalán mi ennek a kiváltó oka, ezt szeretnénk megtudni ma este dr. Budai László Károlytól, szabadfoglalkozású orvos természetgyógyásztól, germán gyógytudomány terapeutától, életmód tanácsadótól. Kérem, fogadják őt nagy szeretettel, és az előadás után pedig tegyék fel a megfelelő kérdéseket ebben a témában. Karesz? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Lipcsétől egészen Besztercéig vagy egész Segesvárig, Rimaszombattól Nagykanizsáig. Vagyunk itt a Kárpát-medencén belül is, kívül is hallgatók, és nagyon örülök, hogy ez a furcsa elnevezésű és ritkának tartott betegség azért a közönségnek a figyelmét fölkeltette. Nem is ritka ez a betegség, hiszen úgy néz ki, legalábbis a hivatalos statisztikák szerint, hogy legalább annyi van belőlük, mint a szklerózis multiplexes betegekből. Csakhogy. Nagyon hálás vagyok a kérdés miatt egy hallgatónak, aki a Turbo tanfolyamra érkezett és ezzel kapcsolatban kérdezett, és rájöttem, hogy ez az akadémikus orvoslásnak a teljes, hát hogy mondjam, fejed tetejére állítását jelenti ennek a betegségnek a megmagyarázása, hiszen rájövünk, hogy minden egyes tünetnek megvan a maga kiváltó oka. Összefoglalhatjuk mi ezt úgy, hogy szisztémás lupus, eritematodes, vagy bőrfarkas, de ettől még az érdekesség az, hogy ugye hol fellángol, hol nem, hol ilyen tünetek jelennek, hol olyanok. Tehát ezekben gyakorlatilag az egész germán gyógytudományt elmondhatom, a tudományos táblázatot mindhárom csíralemezről, ha mindenre ki szeretnék térni. Ebből következik, hogy a leggyakoribb dolgokra fogok kitérni, és a fórumban mindenkinek lehetősége lesz még kérdezni azzal kapcsolatosan, ami esetleg kimaradt. Tehát egy hatalmas tárgy körül korképről lenne szó, ami gyakorlatilag egy csomó feloldatlan lelki konfliktusnak a sinen tartásából ered, policiklikus lefolyással. No, de ha germán gyógytudományról beszélünk, akkor természetesen először is dr. Rieke Gerd Hammerről kell szólnunk, hiszen ő a germán gyógytudománynak az atya. Őneki köszönhetjük azt, hogy végre tisztán és világosan látjuk a betegségek kialakulásának a valós okát. Nem egyébről van itt szó, mint az ő tragédiájáról, hisz tudjuk, hogy a fiának a halála váltotta ki
nála a hereadaganatot, mert a fia elvesztését élte meg. És ennek a konfliktusnak a következménye az lett, hogy Hammer doktor elgondolkodott azon, hogy gyakorlatilag ő addig egészséges volt, míg a fiát nem vesztette el, tehát kell legyen kapcsolat a fia elvesztése és a hereadaganata között, és így indul el a germán gyógytudomány öt biológiai természettörvényének a felfedezése. Az első természettörvény a rák vastörvénye nevet viselte, hisz akkor Hammer doktor még nem tudta, hogy összesen öt törvényt fog felfedezni. A rák vastörvényének a lényege az, hogy pontosan rámutat arra, hogy egy olyan érzelmi konfliktus, egy megoldatlan, drámai, érzelmi megrázkódtatás indítja el a programot, ami hirtelen, meglepetésszerűen és nagyon súlyosan érint minket. Ebbe benne maradunk. Ez a probléma, hogy ebbe benne maradunk, és gyakorlatilag, amíg ebbe benne maradunk magányosan a konfliktusba, addig a konfliktus aktív fázisról beszélünk. Tehát az az öt kritérium, amit itt felsoroltam, azt Hammer doktor DHS-nek nevezi, vagyis Dirk-Hammer-szindróma rövidítése. A fiáról, Dirk Hammerről nevezte el Hammer doktor azokat a kritériumokat, azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy elinduljon egy értelmes biológiai különprogram a szervezetünkben. Nem betegségekről beszélünk, hanem értelmes biológiai különprogramokról. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Nos, a szervi elváltozásokból viszont vissza tudunk következtetni arra, hogy mi volt az illetőnek a lelki megrázkódtatása. Ezek nagyon, hát hogy mondjam, döbbenetes felismerések egy ember számára, aki még nem ismeri a germán gyógytudományt, hogy feltesz egy tünettel kapcsolatos kérdést, és konkrét választ kap arra, rájön, hogy az életében mi volt az, ami elindította benne ezt a bizonyos elváltozást. De ne feledjük el, hogy a sinek azok folyamatosan gondoskodnak róla, hogy ez a program újra és újra lefusson, már konfliktusok nélkül is, ha nincsen a lelki megrázkódtatás lelki szinten megoldva, érzelmileg. Tehát ha csak úgy gondolom, hogy én ezt megoldottam, attól az még nincs megoldva. Ha azt mondom, hogy erről többet nem beszélünk, akkor az még nincs megoldva. A megoldás az, ami valójában megoldás, az érzelmi megrázkódtatás, hisz akkor ezek az emlékeztető körülmények is eltűnnek, a sinek, és ez a garanciája arra, hogy nem alakul ki a krónikus betegség. A első biológiai természettörvény, tehát a rák vastörvénye nevet ismerte, de amint azt Hammer doktor az aranykönyvébe leírja, a fia álmában tovább biztatta, hogy folytassa, mert még van felfedezni valója. És Hammer doktor tovább kutatott, rájött arra, hogy az egyetlen valóság mindig a saját megélésünk, nem pedig az, hogy éppen mi történt. Vagyis nem a történet számít a betegségünk kialakulása kapcsán, hanem csak az számít, hogy az adott történetben mit éltünk át. Ez a legfontosabb dolog. És itt egy példát ír le Hammer doktor a könyvébe, de most erre nem mennék ki részletesen, hiszen úgyis ki fog derülni a továbbiakban, hogy miről van szó. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírta, hogy minden olyan értelmes biológiai különprogram, ami eljut a megoldásig, az két szakaszban zajlik. Van egy konfliktus aktív szakasz, amit hidegfázisnak is nevezünk, és látjuk, hogy kék színnel van ábrázolva, és van egy meleg fázis, ami a megoldási szakaszt jelenti. Ez két részből áll, egy exudatív fázisból, valamint egy
hegesedési fázisból. A kettő között pedig ott találjuk ezt a kicsúcsosodó kékszínű részt, amit epileptoid krízisnek nevezünk. Nos, ezt a grafikus ábrázolását a biológiai programunknak, Hammeri iránytűnek is nevezzük. Mindent a DHS indít el, a Dirkheimer szindróma, vagyis az a váratlan esemény, ami meglepetésszerűen ért minket, érzelmileg megrázott, benne ragadtunk a konfliktusba, és magányosan éltük át, nem tűnt megoldhatónak. Ameddig ez nem oldódik meg, addig tart, folyamatosan tart a konfliktus aktív fázis. Ez alatt olyan tüneteink lesznek, mint amit úgy szoktunk jellemezni, hogy stresszes vagyok. Vagyis nem tudunk elaludni, vagy ha el is alszunk, fölébredünk, gyorsabban ver a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, izzad kezünk, izzad lábunk, hidegek a végtagjaink, és ezért van ez kék színnel is ábrázolva. Nyilván a konfliktus tömege azt fogja meghatározni, hogy milyen erősek ezek az érzelmek, és az is kérdés, hogy milyen hosszú ideig tartott ez az egész történet. Ha a DHS egy mozgással kapcsolatos történet volt, akkor nyilvánvaló, hogy az a mozgás rendszerünket, a mozgással kapcsolatos szerveinket fogja érinteni, és akkor az epileptoid krízisben ez lesz az epilepsziás görcsroham. Ha megoldódik a konfliktus, itt látjuk a KM a konfliktus megoldását jelenti, nem kilométert, tehát ha megoldottuk a konfliktust, ezután a megoldási szakaszban két részt különböztetünk meg, az egyik az úgynevezett exudatív fázis, a másik pedig a hegesedési fázis, amit azt az előbb elmondtam, és ilyenkor mindig meleget fogunk tapasztalni, nem is akármilyet, erős láz, izzadás, éjszakai izzadás előfordul, de tudjuk, hogy a gyulladás az mindig melegséggel, fájdalommal, duzzanattal jár, és a fájdalom az elkerülhetetlen, illetve az adott helyen a mozdulat az nem biztos, hogy kivitelezhető. Az exudatív fázis azt jelenti, hogy víz áramlik be a gyógyuló szerveinkbe, tehát gyógyuló szervekről beszélek, és egyben gyulladásról és fájdalomról, és ugyancsak víz áramlik be az agyi relébe, hisz ne feledjük, hogy a lélek agyszer szintjén zajlik minden. Ez fogja okozni az egyre fokozódó fejfájást, majd ez szűnik meg, amikor belépünk az epileptoid krízisben, és az epileptoid krízisben a víznek a kipréselése történik meg mind az agyi relékből, mind szervi szinten. Ez azt jelenti, hogy többet fogunk vizelni, mint amennyit megittunk. És szervenként, szövetenként változik, hogy mi történik éppenséggel az epileptoid krízisben. A fájdalom itt az esetek többségében megszűnik. Tehát, hogyha fájdalmas volt a megoldási szakasznak az első része, akkor itt a fájdalom megszűnik. Ez a fájdalom vissza fog térni a második szakaszban, és itt egy extrém fáradtságot fogunk érezni, amikor is étvágyunk van, a kedélyállapotunk jó, csak főleg, ha tudjuk, hogy ez a szakasz, ez már a teljes gyógyulás előtti szakasz, akkor kivárhatjuk türelmesen, hogy a biológia befejezze mindazt, amit gyakorlatilag én indítottam el benne, hát mondjuk úgy, hogy tudatlanul. A két szakaszosságot a rákvas törvényét, valamint a következő harmadik törvényt már az akadémikus orvoslás is elismeri. A krónikus betegségek az oka csupán az, hogy ez az előbb említett gyönyörű program nem fut ki. Vagy ott maradunk a konfliktusban, nem oldjuk meg a konfliktust, és akkor természetesen marad a stresszes állapot, marad a szövetekkel, a sejtekkel, vagy a működéssel való állandó foglalkozás, tehát sejtek szaporítása, sejtek bontása, vagy működés gátlása. Lehet a lefolyás ciklikus is,
policiklikus, mert többször futtatjuk le ugyanazt a programot, ezeket recidíváknak szokták nevezni a hivatalos medicinában. A policiklikus lefolyás azt jelenti, amiről szól a szisztémás lupusz, hogy a tünetek újra meg újra fellángolnak, de már tudjuk, hogy a fellángolás az mindig a gyógyulási szakaszt jelenti minden esetben. Csak hogy nincsen megoldva érzelmileg a konfliktus, ezért a sinek gondoskodnak arról, hogy újra meg újra beinduljon a program. A harmadik lehetőség a függő gyógyulás. Nem jutunk el oda, ahol a megoldás befejeződne, és ez az oka annak, hogy állandósul például a gyulladásos tünet és a fájdalom. A sinek nagyon rövid időközönként jönnek, és már átmegyünk a megoldásba, de nem jutunk el még az epileptoid krízisig sem. Ilyenkor természetesen, hogy függő gyógyulásról fogunk beszélni. A harmadik biológiai természettörvény az rámutatta arra, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az nem véletlenszerű, az szoros összefüggésben van az anyamében történtekkel. A 9 hónapos első, életünk első 9 hónapjáról az embriológiában tanultunk, az egyetfejlődés magyarul, és itt írjuk le azt, hogy három csiralemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk. Ha józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor is nagyon egyszerű belátni, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát nem tudunk más tenni, mint a sejteket szaporítani konfliktus aktív fázisban, hogyha a biológiánknak éppen ez a feladata, vagy a sejteket sorvasztani fogjuk konfliktus aktív fázisban, vagy a működést blokkolni fogjuk itt a konfliktus aktív fázisban. Természetesen a megoldási fázisban ezeknek a fordítottja történik, tehát ha építettünk, lebontjuk, ha bontottunk, akkor visszaépítjük, ha működést változtattunk, akkor a működést fogjuk helyreállítani. Itt már is utalnék arra, hogy az izom tünetek, a mindenféle izomgörcsök és egyéb dolgok is ide tartoznak, ami a szisztémás lupuszban előfordulnak. De mint mondtam, ezek a történetek a konfliktus aktív és megoldási fázisban nem véletlenszerűek, hiszen minden a három csiralemezből indul ki, minden sejtünk, minden szövetünk ebből alakul ki, és ez meghatározza, hogy az adott sejtek egy életen keresztül hogyan fognak működni konfliktus aktív és megoldási szakaszban. A sárgával jelzett belső csiralemez sejtjeit az agytörzs irányítja, és a feladat ezen a szinten a falat megoldása. A túlélésünkhöz falatra van szükségünk. Ha elrepülnénk a holdra, akkor mit kéne magunkkal vinnünk, hogy túléljük a holdon való létezést. Hát természetesen vinnünk kéne magunkkal táplálékot, vinnünk kéne magunkkal vizet és levegőt. Ezeknek a falatoknak a megszerzéséhez mindig a sejteket felszaporítjuk, ezeket az agytörzs irányítja, és a megoldásban természetesen gyulladásos tünetek jelentkeznek a felesleges sejtek lebontása során. Tehát táplálékfalat, levegőfalat, vízfalat megoldását irányítja az agytörzs, de a hang- és fényfalat megszerzése is erről szól. A külső csiralemeznek a sejtjeit az agykéreg irányítja. A külső csiralemezből származnak azok a sejtjeink, amelyek kívülről beborítnak minket, ugye ez mindenki számára látható. A több rétegű elszarúsodott labhámról beszélek, és ez a piros színre festett baba ezt jelképezi. A külső bőrünk az, ami elválaszt minket a külvilágtól, tehát az elválasztási, vagy elválasztódási tüneteink, azok a bőrfelszínt fogják érinteni,
Itt először mindig sejtet bontunk, aztán a megoldásban építünk, és a megoldásban jön a fájdalom. Az agykéreg nem csak a bőrtüneteket, tehát a külső bőrnek a elválasztási konfliktusait irányítja, az agykéreg irányítja a birtok konfliktusokat. Ilyenek is előfordulnak a szisztémás lupuszban, és ezeknek a fel nem oldása fogja okozni azokat a hangulatzavarokat, amelyekről a tankönyvek írnak. Tehát a birtok konfliktusok azt jelentik, hogy mi az, amihez én kötődöm a vármint, amiről azt hiszem, hogy az az enyém. De ennek majd a részleteibe is bele fogunk menni a továbbiakban. A lényeg az, hogy az elválasztási birtokkonfliktusok mellett a mozgással kapcsolatos konfliktusok is az agykéreghez tartoznak, illetve minden érzékszervünk gyakorlatilag az impulzusokat az agykéregbe küldi. Középen találjuk a mezodermát, illetve a középső csirralemezből származó sejtjeinket, és ezt két idegi képlet irányítja, az egyik a kisagy, a másik pedig a fehérállományban jelenlevő relék vagy szürke magvak. A kisagy irányítja az összes támadással kapcsolatos konfliktusainkat, ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, tehát ha csak támadásnak éltünk meg valamit, egy beszólást mondjuk egy övön aluli ütésnek, akkor erre a hashártya megvastagodása lesz a biológiai válasz. Tehát sejtszaporulattal fogunk itt reagálni a támadási konfliktusokra, nem csak a hashártyán, hanem a mellhártyán és a szívburkon is. A lényeg annak megértése, hogy ennek a felesleges sejtszaporulatnak a lebontása során fognak jelentkezni a savos hártyákon a gyulladások, amiről szintén szó van a szisztémás lupuszban. A kisagy még a gondozási konfliktusokat is megoldja, természetes ez az emlőmirigy állományát érinti, és itt már a kezesség fogja eldönteni azt, hogy kinek a jobb és kinek a bal melle lesz érintve. A gondozás annyit jelent, hogy túlzásba vitt aggódás, túl sok ideig tartó, túl erősen megélt aggódás valakiért, egy szeretett élőlényért, ami vagy aki lehet nem csak egy családtag, rokon, gyermek, szülő, partner, hanem éppenséggel lehet egy kedvenc állat is, akit családtagként szeretünk. A narancssárgával jelzett kifliszerű ábrázolás, az a fehér állomány és a benne levő idegmagvak azok, amelyek a mozgással kapcsolatos szerveinket szabályozzák, mezoderma, mind a kettőnek a neve. Ez ugye a régi mezoderma, azt a kisagy irányítja, az új mezodermális sejtjeinket pedig a fehér állomány irányítja. Nos, a mozgással kapcsolatos szerveink a következők, ugye a csont adja az alapját minden mozdulatnak, a csontokat ízületek kötik össze, ez a második szövet, a mozdulatot az izmok hajtják végre, és az izmokat pedig erek látják el, osztóerek, gyűjtőerek, nyirokerek, illetve a zsírszövet még az, ami a plusz energiát biztosítja a mozdulat véghez viteléhez. Tehát az említett szövetek a konfliktus aktív fázisban sorvadással reagálnak, majd a megoldásban visszaépülnek, hiszen a mozdulattal kapcsolatos konfliktus azt jelenti, hogy mondjam így egyszerűen fogalmazva, nem elég jó a futómű. Nem tudok elég gyorsan elfutni valahonnan. Nem elég jó ez a mozgásrendszer nekem ahhoz,
hogy elkapjam az áldozatot, vagy hogy elmeneküljek az üldözőm elől. És ez lesz az önleértékelés, ami lebontja a mozdulattal kapcsolatos szerveimet, szöveteimet, és minden ilyen önleértékelésnek megvan a pontos helye a biológiánkban, ezt is majd részletezni fogom. Tehát láthatjuk összefoglalva, hogy a három csíra lemezből alakul ki, tehát minden sejtünk, minden szövetünk, semmi nem maradt ki, és a lényeg, hogy lássuk az alapjait annak, hogy adott helyen a sejtjeink miért pont úgy működnek, ahogy működnek. Gyakorlatilag a következő konfliktusok azok, amelyek az életünket megszomorítják. Itt vannak ugye a falat konfliktusok, táplálék, víz, levegő falat, és mint mondtam, valóságállom, illúzió közt nem teszünk különbséget. És az átvitt értelmi falat konfliktusok is, hát sejtszaporodást indítanak el a belső csíralemezhez tartozó sejtjeinkben. Beszéltem a támadás bemocskoltsági konfliktusokról, amelyekhez még a gondozási konfliktus is hozzátartozik, kisagyi irányítással. Beszéltem az önleértékelésről, ami önpusztítás, és az agykirgi szinten beszéltem az elválasztási konfliktusokról, birtok konfliktusokról, illetve azokról, amelyek mozdulattal, mozgással kapcsolatosak, illetve érzékszervekhez kötöttek. Vannak még olyan történetek, amelyeknél nincsen sejt osztódás vagy sejtek sorvadása, hanem a működés változása következik be, azt is az agykéreg irányítja. A negyedik biológiai természettörvény rávilágít arra, hogy a szervezetünkben nincsenek jó, meg rossz dolgok, mert gyakorlatilag azok a mikrobák, amelyek a szervezetünkben vannak, azok nem jók, nem rosszak, azok a mi mikrobáink, mikrosebészeink, akiknek dolguk van a biológiai programok során. Láthatjuk, hogy az endodermánál szerepelnek a gombák és a mikobaktériumok. Ez azért nagyon lényeges, mert ugye a felesleges sejtek lebontását a gombák végzik, az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. A mezoderma, a középső csíralemez sejtjeit a mikobaktériumok bontják le, lásd például a hashártya, mellhártya, szívburok, vagy emlőmirigy, vagy írhának a sejtjeinek a lebontása során, illetve a baktériumok segítenek visszaépíteni azokat a sejteket, amelyeket már előzőleg lebontottunk az önleértékelés miatt. Az ektodermális sejtjeinkhez a vírusok kötődnek, és ők azok, akik segítenek visszaépíteni a lebontott nyálkahártyákat, például a hepatitisnek nevezett kórkép során, a folyamatosan lebontásban levő, gyulladásban levő epeutak nyálkahártyáját igyekezne a hepatitis vírusa visszaépíteni. Tehát nem ő az oka magának a kórképnek, ő csak a segítője lenne a gyógyulásnak, és kifejlesztünk rá mindenféle idézőjelbe tett gyógymódot, hogy kiírtsuk őket. Az ötödik biológiai természettörvény az pontosan arról szól, hogy megértjük mindennek a lényegét. Mert ez teszi fel a koronát Hahner doktor munkásságára. Arról van szó, hogy minden, ami történik a szervezetünkben, az értelmezhető az embriológia ismeretében. Nincsenek üzemzavarok, mindig csak túlélő programok vannak, mert a külön programok, ami értelmes biológiai külön program néven fut a germán gyógytudományban, arról szól, hogy mindennek értelme van, mégpedig a túlélés és a faj fenntartása. Tehát nem istenverése és nem sorscsapása a betegség, márpedig ha mindennek értelme van, akkor nem beszélhetünk rossz indulatú betegségekről. A germán gyógytudományról még azért azt is tudni kell, hogy alapját képezi a megértésnek.
mert hiszen rámutat arra, hogy a betegségek nem függenek olyan tényezőtől, hogy nő vagy férfi az illető, hogy milyen etnikai hovatartozása van, hány éves vagy hány diplomája van, hogy nős vagy nőtlen, hogy mekkora a testsúlya, mennyit dolgozik vagy mennyit dohányzik. A germán gyógytudományban a konfliktus aktív és megoldási szakaszokról beszélünk, és ezek fogják meghatározni, hogy valójában a betegségek, az úgynevezett betegségek hogyan fognak lezajlani. Tehát, mint mondtam, a sínek azok, amik gondoskodnak arról, hogy a krónikus betegségek megmaradjanak. Ha pedig halmozzuk a konfliktusokat, mert hát miért ne halmoznánk őket, stresszes életet élünk, ugye? Ez meg fogja határozni a személyiségünket, a viselkedésünket és a hangulati változásainkat. Lásd, a lupuszban is ezek teljesen előfordulnak. A megoldás tehát az lenne, hogy a kiváltó okot, vagyis a lelki érzelmi megrázkódtatást kellene megoldani, nem pedig a következményeket kezelni egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható. Tehát nincs benne olyan, hogy ez egyeseknél így van, másoknál meg úgy van. A minden kialakult biológiai válasznak van egy meg nem oldott lelki-érzelmi oka. Nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik, hanem az alapokra épül, mégpedig az embriológiára és az öt biológiai természettörvényre. Egy teljesen logikus rendszerről van szó, mindenki által megérthető, hiszen arról van szó, hogy sejtet építek, sejtet bontok, vagy működést változtatok, és ez attól függ, hogy melyik csiralemezből származik az adott sejtem, szövetem. Csak hogy, ha nem oldom meg érzelmileg magát a DHS-t, a konfliktust, akkor tovább szenvedhetek, úgymond okosan vagy tudományosan. Mint mondtam, az, hogy azt gondolom, hogy én ezt megoldottam, az még nem a megoldást jelenti. A szisztémás lupuszról láthatunk itt egy képet. Azért is hoztam be rögtön ezt a képet mindenki számára, hogy a bőrfarkas jellegzetes tünetét lássuk. Ez a bőrkirita? Ez a pillangó alakú pirosság az, amit ugye jellegzetes tünetének neveznek, igaz jellegzetes, de csak az esetek 50%-ában jelentkezik. Tehát akkor nagyon jellegzetes. Meg az elnevezés egy kicsit csalóka, mert ugye bőrfarkasról van szó, és pillangó alakú. Hát mindjárt rátérünk a lényegre, hogy miért is nevezik ezt akkor bőrfarkasnak. Pontosan azért nevezik farkasnak, ugye lupusz az farkas jelent, mert jellegzetes az arcon megjelenő kiütés az ugyanolyan, mint ami a farkasok pofáján található, csak ott fehéres rajzolat van. Ez viszont piros, és ezért eritematózus, vagyis vöröset jelent. És azért szisztémás, mert számos szervet érint. Tehát innen jön a megértése ennek a korképnek, ennek az elnevezésnek. Na most vannak általános tünetek, ami minden úgynevezett betegségben megvannak, hiszen a megoldási fázisban mindenki fáradtságot, gyengeséget érez, láza lesz, hőemelkedése, gyulladásos tünete lesz, nyirokcsomók megduzzadnak, fogyni fogunk, rossz lesz a közérzetünk. Tehát ez mind belefér bármilyen betegségnek, úgymond a korképnek a megoldási szakaszába. Viszont azt is leírták, hogy az ízületeket érinti 90%-ban, és hogy főképp a nőket érinti, és hogy a kéz, a láb, a csukló, stb. Itt jelenik meg. Most hát, ha tudjuk a germán gyógytudományt, azért ezeket a dolgokat egészen másképpen fogjuk értelmezni. Itt kigyűjtöttem az internetről néhány érdekességet, tehát tünetek egyvelegét, és ebben az egyvelegben tessék megnézni, hogy micsoda gyönyörű rendet tud csinálni a germán gyógytudomány. Hiszen rájövünk, hogy mindhárom csiralemezhez tartozó szervek érintettségéről van szó, de policiklikus lefolyással, amint azt már a bevezetőben megmutattam, azért krónikus, azért visszatérő, mert a lefolyás a policiklikus. Az endodermánál
leírják, hogy vesegyulladás, ödéma, magas vérnyomás, meg egyéb emésztőrendszeri gyulladásos tünetek előfordulnak. Tehát amikor ilyeneket írunk le, akkor tudjuk, hogy ezek endodermális programok. Természetes, hogy falat konfliktusról van szó, a vese az a vízről szól, a magas vérnyomás az sok mindenről, arról egy külön webkonferencia anyag megtekinthető. A mezoderma, régi mezodermánál, ugye már szóltam, hogy a savós hártyák gyulladása a támadási konfliktus megoldási szakaszában fognak fölépni. Az új mezodermánál az ízületek gyulladása, teljesen mindegy, hogy melyik ízületekről van szó, mindig az önleértékelés témájának megfelelően fog kialakulni, tehát nem véletlen az, hogy melyik ízületem érintett. Pontosan lehet tudni, hogy mit éltem meg, mit oldottam meg, és a megoldás alatt a gyógyulásban jelentkeznek a gyulladások. És azt az ektodermánál minden van, van elválasztási konfliktus, ugye innen jön az eritéma, a bőrpír a megoldási szakaszban. Vannak birtok konfliktusok mérlegen, ugye ez fogja a hangulatváltozásokat okozni, erről is mutatni fogok egy rajzot, hogy könnyebb legyen megérteni azoknak, akik még nem voltak egy ilyen hétvégi képzésen. A migrén semmi más nem jelent, mint frontális és hátulról jövő félelmet egyszerre. Megmutatom majd a megfelelő agyireléket, amelyek ilyenkor érintettek, és minden olyan mozgással kapcsolatos, fel nem oldott konfliktus, amit megélünk, hát vagy bénulásos tüneteket, vagy epilepsziát fognak okozni. A bénulásos tünetek, a görcsös bénulás az jelentkezik még a konfliktus aktív szakaszban, a megoldás első részében pettyhüt lesz a bénulás, az epileptoid krízisben jöhet egy epilepszia, és utána az izmok visszaépülnek, de hogyha policiklikus lefolyásról van szó, akkor újra meg újra epilepsziás görcsrohamok jelentkeznek. És hát itt van, ami nagyon tetszik nekem, hogy teljesen egyéni panaszok is jelentkezhetnek. Vagyis ebben benne van, hogy... És az összes többi. Tehát azért mondtam, hogy az egész germán gyógytudományról itt ma este kérem szépen bárki bármit kérdezhet, mert gyakorlatilag jelen lehetnek, és na most pont ezért képtelenség ezt a korképet, ha én szisztémás lupuszban gondolkodom, akkor ezt így felismerni. Rájöttünk már a germán gyógytudomány ismeretében, hogy minden egyes tünetnek igenis nagyon komoly saját kiváltó oka van, illetve, ahogy azt mondani szokta, minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni, mert előfordul, hogy egyetlen történetre annyi konfliktust élek meg, hogy az érinti mind a három csíra lemezemből származó szervemet és szövetet. Ez alatt azt kell érteni, hogy hova asszociálok, hogy mi a megélésem olyan szintű és olyan fokú mértékű és sorrendű konfliktust indítok pontosan, el. Pontosan erről van szó, hogy az én megélésem az egyetlen valóság, de ha többféle megélésem van egy konfliktus során, akkor nagyon, de nagyon sokféle biológiai választ fogok erre kapni. Nézzük akkor, miről van szó, ne feledjük ezt a rajzot, policiklikus lefolyásról beszélek, vagyis a megoldás az nem volt, mondjam azt, hogy tökéletes. Nem érzelmi alapon történt, hanem csak lekerültünk a sinekről, volt egy gyulladásos történetünk, tünetünk, és utána volt egy tünetmentes időszak, majd megint jött a konfliktus, és megint megoldottuk megfelelő gyulladásos tünetekkel. Ezt az ábrát ne feledjük el felidézni, a következőkben, amikor ezekről a dolgokról beszélek. Ugye az endodermális tüneteknél falatkonfliktusról van szó, a vízfalat megtartását úgy fogom elérni, hogyha a víz kiáratát ezen a vékony csövön, amit henlekacsnak nevezünk, sejtszaporulattal eltorlaszolom a víznek a kiáratát. Természetes következmény az ödéma lesz, így van. A megoldásban pedig jön a vesének a gyulladása. Úgy innentől kezdve ez teljesen érthető, de mi az, ami ezt az egészet érzelmileg beindítja?
Nem kell szisztémás lupuszról beszélni, bármikor, amikor én megélem a magányosságot és a létezés konfliktusát, akkor ezek mindig arról fognak szólni, hogy a vizet begyűjtöm a szervezetembe. Ilyen szinonimák még az, hogy elhagyatottság, kirekesztettség, mellőzöttség, kórházkonfliktus, behoztak engem ide meghalni, társas magány, kiszolgáltatottság, illetve hát a létkonfliktus az, ami a létezésemet, hát hogy is mondjam, kiütötte. És ha valakivel egy gyógyíthatatlan betegségnek a diagnózisát közlik, akkor vajon mit él meg az ilyen beteg? Hát a teljes magamra maradottság állapotát ma az EGRI jelentkezőkkel sikerült pár emberrel beszélnem, és nagyon megdöbbentett az, hogy milyen fontos azt tudni, hogy a betegségem kiváltó oka micsoda. Rengeteg ember magába maradt ezzel a problémával, a betegséggel, és nagyon sajnálkozva hallgattam, hogy hány ember érzi azt, hogy a betegségében teljesen magára maradt. Mert a családja nem érti meg, mert azt mondják, hogy ne panaszkodjon, fájjon neki csendbe, hagyja őket békén. Ha sokáig panaszkodik, akkor beviszik a kórházba, és akkor majd ott megvizsgálják. Ez a teljesen kirekesztve, magányosan egyedül vagyok a problémámmal történet. Persze a kórházban a táppénz csekéssége vagy összegének mértéke miatt még a létezésem is kockán forog, mert mi van, ha kirúgnak, hát az egyetlen megélhetési formám a munkahely, és a létkonfliktus abban is megnyilvánul, ahogy a diagnózis közölve van. Nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy szinte napokat, heteket jósolnak, és nagyon komor arccal bizonyos intézményekben a betegeknek. Az, hogy örüljön, ha megéri a karácsony kifejezés, azért azt gondolom, azért ez durva hogy dolog. nagyon durva dolog, és ezeknek az embereknek lenne a leginkább szükségük arra, hogy ismerjék a germán gyógytudományt. De hát ameddig nem ismerjük, nem tudjuk, hogy a betegségünknek lelki oka van, addig kiszolgáltatottak vagyunk annak a rendszernek, ami egyetlen egy megoldást mutat. A germán gyógytudomány viszont nem a kezelési lehetőségeket mutatja meg, hanem a valós okot. Azért, hogy minden betegségnek megtaláljuk a mögötte húzódó érzelmi megrázkódtatását, hogy ezt megoldjuk. Hogy nem maradjunk bent a kórházban egyedül és kiszolgáltatottan, mellőzöttnek, elhagyatottnak és kirekesztetnek érezve magunkat. Ez nem jelenti azt, hogy a gyulladásos tüneteket nem kell csillapítani, hogy nem kell a betegnek segíteni, de ameddig ő a valós okot nem oldja föl, addig a biológiai válasz folyamatosan megmarad. Tehát pontosan ez a lényeg, hogy az okokkal foglalkozunk, és nem a következményeket próbáljuk eltüntetni. Említettem, hogy ugye a középső csiralemeznek van egy régi meg új mezodermális része, a régi mezodermális tüneteket a kisagy irányítja, és ugye, mint mondtam, a savós hártyák ide tartoznak, mellhártya, hashártya, szívburok. Mindig a támadásként megélt dolgok azok, amelyeket, hát mondjam úgy, hogy a hashártya, mellhártya vagy szívburok megvastagodásával fogunk lereagálni. Például az az ember, aki hát galamblelt és mindent a szívére vesz, a szíve elleni támadásként éli meg azt, amit mondtak neki, ez természetesen, hogy a szívburoknak a megvastagodását indítja el a konfliktus aktív szakaszban, és le fogja bontani a megoldási szakaszban. Minden olyan támadási konfliktus, amit a mellkas ellen éltünk meg, azt átvitt értelemben is, nem kell valaki minket ostorral végigverjen, elég, ha annak éltem meg valakinek a beszólását, hát akkor az lesz a következmény, hogy a mellhártya megvastagodik, lebontáskor jön a gyulladás, ez lesz a gennyes mellhártya gyulladás. Természetes, ha magányosnak érzem magam, akkor begyűjtöm ebbe az üregbe, a mellhártya üregbe, begyűjtöm a vizet, és azt már vizes mellhártya gyulladásnak fogják nevezni. A hashártyáról látunk itten egy rajzot,
A hashártyának az a feladata, hogy amint látjuk a beleket, a gyomrot, a májat, mindent körbeölelve rögzítsen a hasüreg hátsó részéhez, tehát az izmos gerincoszlophoz. A lényeg az, hogy ő is a támadási konfliktusra meg fog vastagodni, és akkor egy övön aluli ütés pontosan az öv alatti hashártya kettőzet megvastagodását fogja elindítani, amit hát eléggé rossz szándékkal hashártya daganatnak is fognak nevezni. Ennek a lebontása természetes gyulladással fog járni. És itt azzal kéne tisztában legyünk, hogy a konfliktusainkat estére beszéljük meg, mondjuk ki, oldjuk fel, és akkor ezek a gyulladásos tünetek egy napnál tovább már nem tartanak. Most a legváltozatosabb tüneteket éppen az új mezodermális programok hozzák, hiszen itt leggyakrabban az ízületek gyulladását fogjuk érzékelni. Az agyi metszeten itt azt látjuk, hogy a testünk a fejünk tetejétől egészen a lábunkig képviselve van, mint ahogy ezen a csontvázon is látjuk, a fejünk tetejétől a lábunkig. Csak hát ugye a baloldali képen nem csontvázat láttunk, hanem azokat az idegi központokat, amelyek az adott testtájéknak a szöveteit, a mozgással kapcsolatos szöveteit irányítják. Tehát nem csak a csontokra, hanem az ízületekre, az izmokra, az erekre és a zsírszövetre vonatkozik is az adott konfliktus. A konfliktusnak a témája meghatározza, hogy hol jelenik meg ezeknek a szöveteknek a bontása, a konfliktusnak az erőssége pedig meghatározza, hogy milyen szövetek lebontását indítjuk be a szervezetünkbe. Vegyünk néhány példát. Minden olyan konfliktus, ami a kezemre vonatkozik, hiszen azt tapasztalják, hogy a kis ízületeknek az érintettsége nagyon gyakori, az természetesen a kezemre vonatkoztatott önleértékelési konfliktusból ered. Mégpedig a mondat mindig úgy kezdődik önleértékelésnél, hogy képtelen vagyok. Képtelen vagyok mit? A kezemben megtartani azt, amit szeretnék. És átvitt értelemben mit szeretnék megtartani a kezemben? A családomat, a gyermekemet, a munkahelyemet? Ez el fogja dönteni, hogy a jobb kezem, vagy a bal kezem, vagy mindkét kezemnek az ízületeit elkezdem lebontani. A láb kis ízületei mit jelent? Képtelen vagyok kiállni magamért, megállni a lábamon, helytállni az adott feladatomban, és ez a lábnak a kis ízületeit fogja érinteni. De minden tovább lépéssel, kiugrással kapcsolatos képtelenség is a láb, illetve a boka ízületet fogja érinteni. Ha pedig úgy élem meg ezt az egészet, hogy ennek következtében már nem az én életemet élem, és tönkrement az életművem, akkor a háti szakasznak a csigolyáit fogom, csigolyáit, illetve a csigoly közti porckorongjait fogom lebontani, enyhébb esetben az izmokat, jobb oldalt vagy bal oldalt. Ugye ez már akkor meg is határozza, hogy melyik irányba fog a gerincem elgörbülni, hiszen a féloldali izomsorvasztással az erőegyensúly megbomlik a gerinc két oldalán. Már is kialakulhat a skoliózis. A nyaki szakaszt mindig az igazságossággal, illetve az igazságtalansággal kapcsolatos történet érinti, amikor azt élem meg, hogy nekem nem adtak igazat. Amikor én voltam igazságtalan valakihez, akkor viszont a vállam lesz érintve, és a vállizületek fájdalma mindig arról szól, tehát, hogy valamit tettem, amit nem kellett volna. Mondhatnám azt is, hogy furdal a lelkiismeret, hogy nem úgy csináltam, vagy nem úgy kellett volna, vagy nem kellett volna mégis beszóljak, vagy azt az egy szót nem kellett volna kimondanom. Hányszor tapasztalunk vállizületi fájdalmat vállóperes ügyek után?
Amikor a könyökünk fáj, akkor természetesen kérdés, hogy kívül vagy belül fáj. A könyökön kiúső részét akkor fogom lebontani, amikor képtelen vagyok kijutni a vetélytársamat magam mellől. A belső része akkor, amikor képtelen vagyok átölelni valakit, akit nagyon szeretnék, de képtelen vagyok rá, mert mondjuk nincs mellettem. Megoldási szakaszban a könyök belső része fájdalmas lesz. És a derekunkat se felejtsük el, mert a deréktáji érintettség az mindig azt jelenti, hogy a személyiségemben megélt önleértékelést teszem helyre. Ezekről mind van egy külön derékfájásról, egy külön webkonferencia, nem akarom itt most az egész csontrendszert mindenestől elmondani, de tudni kell, hogy ezek nem véletlenül jelennek meg azoknál az ízületeknél, amelyeken megjelennek, és mint mondtam, a fehér állományú részen az agyi CT úgy is elárulja, hogy éppen mivel van nekem konfliktusom. Melyik testrészemnek milyen relejében van a meg nem oldott konfliktusnak a hámeri góca. Azt is mondtam, hogy ektodermális panaszokat is okoz ez az egész szisztémás lupusz, és itt vannak birtok, meg elválasztási konfliktusok. Az elválasztási konfliktusok, látjuk, hogy itt van az arcunkon a bőrpír, de természetesen más típusú bőrelváltozások is lehetnek, és nem csak az arcon, hanem a bőrön, bárhol. Nos, az elválasztási konfliktusnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni attól, akihez kötődöm. De a bőrpír miért jelenik meg az arcunkon? Mit képvisel az arcunk? Mindenképpen a személyiségünket szimbolizálja. Érdekes módon a személyigazolványban is az arcunk látható. Tehát ha el szeretnék választódni valamitől, tehát amit magamra vonatkoztattam, mondjuk rossz híremet keltették. Igen, hát az az én képem, az én arcom, az én egyéniségem szimbóluma. Mondjuk is ilyenkor, ha valaki rossz híremet kelti, vagy zavarba hoz, akkor elpirulunk, tehát az Igen. arcunk ég. Szoktuk ezt a Igen. Lesül a képemről a bőr Igen. című mondattal is illetni, tehát érdekes, hogy a népi megnevezés is a személyiségemet, a magamra vonatkoztatott képet, amit én magamról szeretnék kifele, mint személyiséget mutatni, azt az arcra vonatkoztatom. Milyen érdekes, hogy van a magyar megnevezésben egy olyan szó, hogy áll arc, vagyis maszk. Maszk. Tehát amikor el akarom fedni a saját magamra vonatkoztatott képet egy másikkal, akkor is az arcomra teszem a maszkot, és nem valami egyéb testrészemet nem a álcázom. hüvelykujjamat álcázom, hanem az arcomat. És mennyire fontos az, hogy ki hogyan reagál arra, amit mi képviselünk. Mert ugye az talán senkit nem zaklat fel annyira, hogy a postás mit gondol rólunk, mert az ő véleményére nem feltétlenül adunk, vagy nem mérvadó, de az, aki rólunk, a mi személyünkről rosszat mond, az az arcunkat mocskolja be, az arcunkat fogja érinteni, ide asszociáljuk ezt a És konfliktust. ez a fel nem oldott konfliktus ismétlődik újra meg újra, amikor találkozunk az illetővel, és ha ne feledjük, a megoldási szakaszban fog a bőrpír megjelenni. Konfliktus aktív szakaszban ezt nagyon hidegnek és érzéketlennek fogjuk, sőt, zsibbatnak fogjuk érezni. A megoldási szakaszban jön a bőrpír és a viszketés. Ez nem csak az arcra vonatkozik, hanem a test bármely részén ez előfordul. De itt látjuk ebben az oldalképben az agykéregnek az érző és a mozgató központját is. A motorikus központ van kék színnel jelölve, csak itt az egérnek a mozgatása, tehát a finom mozdulat is odébb viszi a mutató, tehát a kék színnel jelöltük, illetve Hammer doktor jelölte a mozgató központot. Minden olyan konfliktusunk tehát, ami a mozgással kapcsolatos és nincs feloldva,
az, ha policiklikus a lefolyása, amint elmondtam, akkor epilepsziás görcsrohamok képénben fog jelenni, erről is volt egy külön webkonferencia, és minden, ami konfliktus aktív fázisban maradt, az bénulásos panaszokat fog behozni, erről is volt külön egy webkonferencia, akit érdekel, ezt megnézheti. A birtok konfliktusok, ugye halmozódása, hát konstellációt hoz létre, és ez pedig felelős a hangulatváltozásért. Miről is van szó itt valójában? Ha az előző képről metszetet készítünk, akkor eljutunk ide az agykéregnek az ábrázolásához, Hammer doktor könyvéből való természetesen, és láthatjuk, hogy ez a homloklebeny, ez pedig hátul a nyakszirti lebeny. Na most, hogyha tudjuk, hogy a nyakszirti lebenybe a múltból érkező félelmek csapódnak be, vagyis a látóközpontba, és a frontális lebenybe, a homloklebenybe a jövőből érkező félelmeim érkeznek, akkor világossá válik, ha egyszerre lesz a jövőtől és a múltból való félelmem, akkor ez azt jelenti, hogy kialakul a migrén, az a fajta fejfájás, ami féloldali, hasogató, látászavarral jár, és gyakorlatilag az ilyen ember 3 napig bebújik a sötét szobába, mert a fény is zavarja, és természetes még csomó más kísérő tünete, hányingere és egyéb is van. Itt egyetlen félelmet, ha feloldunk, akkor ez az állapot megszűnik, tehát vagy a jövőtől nem kellene már félnünk, vagy a múltbeli félelmeinket kéne egyszer és mindenkorra lezárni, a legegészségesebb félelem nélkül élni, mert a félelem az egyetlen halálos betegség. Itt láthatjuk a birtokzónákat külön szedve, és a birtok konfliktusok azok, amiről mondtam, hogy ezek halmozódása hangulatzavart fog okozni. Tehát amikor a férfias birtokzónában és a nőies birtokzónában is van egy-egy becsapódás, akkor lép be a mérlegszabály. És itt láthatjuk, hogy ahol a mérleg súlyosabb, ott lezár, és a másik oldal fog megnyilvánulni. Tehát, mivel a jobb oldali agyfélteke a férfias birtokzónákat tartalmazza, és a férfias viselkedés a mániás, a nőies viselkedés, a depressziós viselkedést jelenti, ezért, ha a férfias oldal lezár egy adott konfliktus miatt, akkor a viselkedés depresszív lesz. Aztán, ha ugyanennek az egyénnek sínre kerül a depresszív oldalon történt becsapódása, akkor ez az oldal lesz konfliktus aktív fázisba, lezár a női oldal, és megnyílik a férfi oldal, tehát mániás lesz a viselkedésük. Ez a balkezeseknél egy egész életre jellemző, jobbkezeseknél a harmadik konfliktus eldönti, hogy valaki egy életen át mániás lesz, vagy egy életen át depresszív hangulata lesz, ők lesznek az örök pesszimisták, a másik pedig az örök optimista. Nos, a birtok konfliktusokról azért ugye már annyit tudunk, hogy a jobboldali férfias birtokzónában találjuk a birtokféltésnek a két reléjét, mert ugye az izmokat és a nyálkahártyát is külön relé igazgatja. Ez mindig a hörgőket érinti, a hörgő nyálkahártyáját és izomzatát. Erről szól a birtokféltés, mert félek attól, hogy valami történni fog a gyermekemmel, a munkahelyemmel, tehát egy olyan valami, ami még nem történt meg, de bekövetkezhet. Ez a birtokféltés. A birtokvesztés az azt jelenti, hogy adott esetben az a bizonyos birtok elveszett. Tehát kirúgtak a munkahelyemről férfiként, és férfi ember számára ugye a munkahelye egy nagyon fontos birtokot jelent, hiszen az ő feladata a biológiai szerepjátékban, mondjam úgy, a mamut hazavitele, és ez
mai világunkban azt jelenti, hogy van munkahelyem, vagy nincs munkahelyem, tudok-e pénzt hazavinni, hogy a családom fönnmaradjon, vagy nem. A női birtok fogalom az nem a munkahelyhez kötődik, hanem a fészekhez, és a nőknél a fészek konfliktus lesz az, ami problémát okoz, a fészeknek az elvesztése, illetve ugyanebből a relébe csapódik be minden szexuális konfliktus, ami menzesz kimaradással fog járni, illetve a meg nem termékenyítettség konfliktusa is ide fog becsapódni, de a mély nyálkahártyát szabályozó központ is itt van. Ez a központ a megoldási szakasz kellős közepén az epileptoid krízisben a szív frekvenciájának az emelését és végső soron tüdőembóliát vált ki. A jobboldali központnak az epileptoid krízisben a működése a szívfrekvenciát lelassítja, leállítja a szívet, és ilyenkor zuhan a vérnyomás. Tehát a szív szempontjából a két relé pontosan ellenkezőleg működik. A szívkoszorú erek tágításával fogjuk elérni azt, hogy tudjunk az elveszett birtokért küzdeni. A férfias birtokzóna oldalán a szívkoszorú artériák, míg a nőies birtokzónában a szívkoszorú vénák tágítása történik, természetesen fájdalommal, ezt úgy hívjuk, hogy angina pectoris. Tovább a férfias birtokzónához tartozik a birtok bosszankodással kapcsolatos összes konfliktus, ebben a relében a gyomor kisgörbületének a sorvadása, az epeutak tágítása, illetve a hasnyálmirigy kivezető csövének a tágítása indul el ebből a reléből, és ezek visszaépülése fog bekövetkezni a megoldási szakaszban. Itt is a konfliktus aktív szakaszban jelentkezik a fájdalom, épp úgy, mint a szívkoszorú erek reléjében. A terület kijelölési konfliktus azt jelenti, hogy nem hagyok beleszólást a dolgaimba. Nem tudom elviselni, ha irányítanak, ha beleszólnak, ha az életembe folyamatosan megjegyzéseket tesznek, és ezért a terület kijelölés arról szól, hogy vizelettel próbálom kijelölni a területem szélét. Ez csak annyit jelent, hogy gyakrabban megyek pisilni, nem csíp a vizeletem, nincs benne semmi kimutatható, csupán annyi, hogy gyakrabban megyek pisilni, ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy felfáztam. Igen. Persze semmi köze a felfázásnak, csak találkoztam megint azzal az emberrel, aki folyamatosan beleszól az életembe. Ez lehet családtag, lehet munkatárs, főnök, bárki. A terület kijelölés mind a férfias, mind a nőies birtok zónában megtalálható, és hogyha egyszerre mindkét oldalon megéljük, tehát anyagyerek és partner oldalon is megéljük a terület kijelölési konfliktust, akkor az éjszakai bevizeléssel fog járni. Az identitás konfliktus annyit jelent, hogy nagyon sokat vacilálok, nem tudok döntést hozni, nem tudom eldönteni, hogy ez lenne a jobb, vagy az. Ennek az embernek a véleményére hallgassak, vagy a másikére. Ezt tegyem, vagy azt tegyem. Nos, a bizonytalanságot nem szereti a biológiánk, és próbál segíteni azzal, hogy kijelöljük a területünk közepét. Ugye a területünk szélét, mint mondtam, vizelettel jelöljük ki, a területünk közepét pedig székletkel. Nos, ami még elmaradt itt fönt, a rémületfélelem konfliktus, ez az, ami kivéthetetlen, mert bármikor megijedhetünk, bármikor megrémülhetünk, kérdés, meddig maradunk benne. Ez mindig a légzés leállással, úgy megijedtem, hogy a lélegzetem is leállt, ugye? Ez azért van, mert a GG-t érinti, a GG-nek a nyálkahártyát és izomzatát, a rémületfélelem, és akkor ezeket a konfliktusokat megélve és fel nem oldva eljutunk oda, hogy most teljesen függetlenül attól, hogy itt csak a középső relé van bejelölve,
de mindenféle variációban találhatunk jobb és baloldalt, meg nem oldott konfliktusok reléit, és ennek az lesz a következménye, hogy hangulatváltozás és viselkedésváltozás is beáll az életünkbe. Ennél részletesebben nem kívánok ebbe belefolyni, csupán megpróbáltam érzékeltetni, hogy mind a migrén, mind pedig a hangulatváltozás, amiről szó van, az biza egy értelmes biológiai különprogram. Ez elképesztő volt ez a mai előadás, Karasz, és nagyon szeretném megköszönni a magam is a hallgatók nevében is.